amelyek konzerválását azonnal meg kell kezdeni, miután elmozdították róluk a több ezer éves védőrétegként szolgáló agyagot és követ. A Baltikum származó borostyánkő, egy fejék, arany és gyöngy díszítéssel. Egy bunda maradványai. A szerves leletek nagyon értékesek, mivel egészen ritkák. Közben teljesen feltárták a 16-os sírt. 14 ló csontváza feküdt benne, szorosan egymás mellett. Ezzel a számmal ritkán találkozunk a szkíta sírok feltárása közben. A lócsontvázak között további aranylemezek találhatók. Feltehetően a lovak sörényébe és farkára illesztették őket díszítésképpen. Az ablákon, melyek a lovak szájában vannak, ugyanolyan díszítések találhatók, mint a fejedelmi sírban talált tárgyakon. Ez bizonyítja a köztük lévő kapcsolatot. A lovakat feláldozták volna a halott tiszteletére. Egy 100 éves kelet-szibériai legenda szerint, ha meghal egy vezér, lóversenyt rendeznek halálának első évfordulóján. A leggyorsabb lovat feláldozzák és a vezér sírjába temetik. A végeredmény 14 feláldozott ló, egy fejedelmi aranysír, álsírok, összesen 26 temetkezés. A korábbi elméletek nagy része megdőlt. Az eredmény egészen különleges. Még azt se tudjuk, hogy a leleteink mennyire fontosak a tudománynak. Az eurázsiai sztyepp számtalan megválaszolatlan kérdést tartogat még a régészek számára. A kutatásaink fényében sok mindent kell átgondolnunk és helyesbítenünk. Ez a következő lépés. Miből származhatott ez az eddig ismeretlen szibériai nomád gazdagság? A lovak sírját vizsgálva kiderült, hogy ezek az állatok voltak a nomád népek legnagyobb kincsei, minden bizonnyal fizetőeszközül is szolgáltak. A lovak jelentették a sztyepp urainak vagyonát. A tragikus turáni halálesetekről értesülve rövid időre mindenki megfeledkezik a tudományos munkáról. A munkavezető most ásott sírhantját látni lehet az irodából. Anatoly Nagler 2001-ben a fejedelmi sír feltárása után azt mondta, az arany nem csak örömöt hoz az ember életébe. A turáni gyilkosságok és még inkább a szenzációs leletek hírére a hatóságok azonnal cselekednek. Magasrangú küldöttség érkezik a tuvai fővárosból, Kizilből. A kultuszminiszter, a német főkonzul és a titkosszolgálat tagjai tájékozódnak a helyzetről. A nemrég feltárt lósír legalább olyan érdeklődést kelt, mint a bűnügyi nyomozás. A régészek tudják, hogy munkájukhoz nélkülözhetetlen a bűnügyi ösztön. Végül többet beszélnek a 2500 éves leletekről, mint az ásatások utolsó szakaszában történt nyomasztó halálesetekről. A szkíták titokzatos világa. A tuvari sírokban talált kincsek bizonyítják mérhetetlen gazdagságukat. Hérodotosz griffmadarak által védett aranyföldnek nevezi a szkíták hazáját. Most már tudjuk, hogy igaza volt. A szkíta kultúra bölcsőjét rengeteg arany vette körül. A cárok völgyének leletei tudományos világszenzációt keltettek. Nem csak páratlan szépségük és értékük miatt, hanem azért is, mert új fényben tüntették fel a szkítákat. Az első érintetlen szibériai halomsír feltárása során furcsa módon nem csak a szkíták titokzatos népének temetkezési szokásait ismertük meg, de feltárult előttünk bámulatos művészetük is. Korábban sem gondolta volna, hogy a nomád nép fejlett és önálló kultúrával rendelkezett. A griffmadarak által védett aranyföldről így szól egy régi népdal. Ő az én gyönyörűségem, az úr kék a szeme, oly friss, mint a sebes patak, és ragyogó, mint a hold. Közreműködött Taján Péter, Jakapcsaba, Orosz István, Rosta Sándor. Magyar szöveg Jó Eszter, szakértő Kovács Tibor, szerkesztő Dúró Gábor, hangmérnök Polica Imre, gyártásvezető Gyarmati Zsolt, szinkronrendező Tolnai Zoltán. A magyar változatot a Spektrum Televízió készítette. Produkciós vezető Végödön.